Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök december 5-én hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Több mint 100 diák mellkasára került zöld szallag a hétvégén. Örömtánccal és előadással záródott az idei Alzheimer Café sorozat. A környezetvédelem jegyében szerveztek előadást a Jászminban. A felelős állattartás népszerűsítéséért kerülhetjük meg a tavat a hétvégén. Idén ismét 100 felett volt azoknak a végzős diákoknak a száma, akiknek mellkasára felkerült a zöld szallag. December első hétvégéjén tartotta meg szallagavató ünnepségét az Eötvös József Gimnázium, ahol a protokoll ünnepség után táncokat mutattak be a fiatalok. Büszke családtagokkal, barátokkal, pedagógusokkal és izgatott diákok tömegével telt meg az Eötvös József Gimnázium tornaterme december első szombati napján. Az intézmény több mint 130 tanulójának érkezett el a szallagavató napja, ahol műsorokkal, beszédekkel, valamint útravaló gondolatokkal ünnepelték a végzős osztályokat. 133 végzős diákunk sorakozik fel, kapja meg osztályfőnökétől a zöld szallagot, ami már az érettség fele vezető utat, az iskolától való búcsúzást, többeknél esetlegesen a szülői háztól való búcsúzást is jelenti. Az elválásnak, illetve az érettségnek az első lépcsőfokát lépik meg ma a diákok. Ugye most már a Covidot hátunk mögött tudhatjuk, legalábbis az iskolai élet szempontjából, úgyhogy újra van lehetőségünk a személyes jelenléttel megvalósuló oktatásra, az iskolai élet színes forgatagának a minden megnyilvánulására, úgyhogy azt hiszem, hogy újra az osztályközösségek mellett az évfolyamoknak és az iskola közösségnek a kialakulása is nagyon szép ütemben zajlik, és mély barátságok szövődhetnek. A fiatalokra természetesen még vár a középiskolai tanulmányok legösszetettebb vizsgája, jövő évben ugyanis az érettségén adhatnak számot tudásukról. Nem kell őket visszarántani ilyenkor, ahogy vége van, ugye szeptemberben kezdődik a diákkirály választásos kampány, utána készülnek a szalagavatóra, és ahogy vége van a szalagavatónak, a téli szünetnek, már nagyon érzik, hogy közel az érettségi, és az elmúlt években is azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy akarattal, nagyon nagy lendülettel készülnek az érettségire, hiszen a diákjaink közül mindenki szeretne tovább tanulni, és hát nagyon szép eredményeket szeretnének elérni, hogy az áhított egyetemekre kerülhessenek be. Előadásokban gazdag éve zárta a Szociális Alapellátó Intézményben megvalósult Alzheimer Café sorozat. A kezdeményezés nagy sikert aratott a betegségben közvetlenül vagy közvetetten érintett érdeklődők körében. A rendezvény novemberben zárta az évet, ekkor az örömtánc előnyeit ismerhették meg a résztvevők. Az örömtánc jótékony hatásait ismerhették meg a résztvevők az Alzheimer Café legutóbbi és egyben idei utolsó rendezvényén. A bemutató hamar elnyerte az érdeklődők tetszését, így még a közönség soraiban is sokan próbálták elsajátítani a mozdulatokat. A tatai csoport heti két alkalommal találkozik, ahol a kapcsolatépítés mellett a testi és mentális egészségükért is tesznek a szépkorúak. A tánc maga egy örömforrás az ember életében, az, hogy együtt vagyunk, az, hogy itt a szenior örömtáncban azt mondják, hogy 50 év felett az ajánlott korosztály, de 40 évesek is jöhetnének, és bizony járnak hozzánk 80 évesek is. Tehát túl azon, hogy ez egy örömforrás, ami azért lényeges, hogy közösségi táncformáról beszélünk, mert nem kell párt hozni magukkal, tehát bárki jöhet, bármikor beállhat közénk, nem kell, hogy előzetes tánctudása legyen, és nagy sajnálatomra ugyan tényleg bárki jöhet, de a fiúkat még hiányoljuk a csapatból, tehát többnyire azért hölgyek azok, akik bátrak és eljöttek közénk táncolni. Gyakorlatilag egy váltócipő az, amire szükség van, meg a folyadék, a víz, hogy legyen náluk. Nincsenek elvárások, nincsenek
követelmények, hogy meg kell tanulni akár egy-egy koreográfiát, akár egy-egy lépést, mert hogy folyamatosan visszahozzuk a táncokat, és majd idővel meg fogja tanulni, ha szédül, korából adódóan ugye előfordulhat, ha bármi egy kicsit fáj, akkor addig félreáll, és újra visszacsatlakozik hozzánk. Másfél órás egy ilyen foglalkozás nálunk, és az a tapasztalat, hogy agytornának is hívjuk, ugye a mi mottónk az, hogy mozgás, öröm, agytorna. A Szociális Alapellátó Intézményben megvalósuló Alzheimer Café nagy népszerűségnek örvend, hiszen otthon is elsajátítható, vagy éppen a mindennapokban beilleszthető tanácsokkal gazdagodnak a résztvevők. Sajnos a Covid évek azok kimaradtak, úgyhogy sokan hiányolták, tehát akár a hozzátartozók és az idősek is, úgyhogy most nagyon örülünk, és ugye köszönjük a támogatást a pályázatból, tudtuk ezt megoldani ebbe az évben, és nagyon sokféle előadásunk volt, tehát volt orvos előadás, volt jogi előadás, tehát volt idős otthonból, ahol szintén működik Alzheimer Café, aztán ez a táncos produkció, volt mozgásos gyakorlatok, ahol a jobb és a bal agyféltekét hanguljuk össze, és jöttek egyre többen. Az érdeklődők és a szervezők örömmel folytatnák a jövő évben is a sorozatot, így a támogatók jelentkezését szívesen fogadják. A Tatai Víz értékeire hívja fel a figyelmet az a projekt, amely először az óvodásokat, majd legutóbb a Jászmin iskola diákjait szólította meg. A kezdeményezés részeként a gyermekek a város természeti kincsei mellett a környezetvédelem fontosságát ismerhették meg. Szinte minden percben egy magasra emelt kéz jelezte, a Jászmin iskola diákjai bizony tájékozottak a természetvédelem témakörében. Egy projekt részeként szerveztek ismeretterjesztő délutánt az intézményben, ahol a tanulókat megelőzve az óvodás korosztály szerezhetett élményközpontú tudást. Az volt a célunk, hogy annak a projektnek a keretében, aminek itt a szomszédságában az iskolának zajlik egy kivitelezés, egy csapadékvíz elvezetésről van szó, annak a projektnek a keretében szemléletformáló programokat is megvalósítsunk. Hiszen a gyermekek, akik ide járnak, minden bizonnyal nap mint nap találkoznak ezzel a kivitelezéssel, ezzel a beruházással, látják, hogy milyen munka folyik itt a környezetükben, de nem biztos, hogy az tudatosul bennük, hogy tulajdonképpen milyen célból is történik ez. Azzal is minden bizonnyal már korábban találkozhattak, hogy nagy esőzések idején, ha itt laknak ezen a környéken, akkor itt nagyon sok esővíz állt meg és zúdult le ezekre az utcákra. Hát most ezen a mai alkalmon arra van lehetőség, hogy egy kicsit bevezessük őket abba, hogy mi célt szolgálhat egy ilyen fejlesztés, hogy miért fontos az, hogy az esővíz, amely egyébként nagyon lényeges éltető elemünk és nagyon fontos számunkra, azt ne csak egy veszélyforrásként tudjuk értelmezni, hiszen ebben az esetben ők leginkább ezzel találkozhattak, hanem egy olyan lehetőségként, amellyel élnünk kell, és amelyet lehetőség szerint minél inkább meg kell őriznünk itt helyben is, és minél kevesebbet kell pazarolnunk, fogyasztanunk belőle ahhoz, hogy a jövőben is biztosítható legyen, hogy ezekhez az vízforrásokhoz hozzáférjünk. Ugye ez lenne a mai alkalomnak is a célja, hogy ehhez egy kicsit közelebb vigyük az itteni iskolás gyermekeket, és én úgy láttam most a foglalkozás alkalmával, hogy erre meg is van a lehetőség, hiszen nagyon aktívan kapcsolódtak be ebbe a tevékenységbe, amit a munkatársak velük lefolytattak. Másrésztről én is igyekeztem egy kicsit mesésebb, játékosabb formában felhívni a figyelmüket a víz tatai jelentőségére. Mátyás király és az aranykacsa meséjét mondtam el nekik, és talán ezen keresztül is érzékelhették, hogy milyen fontos valójában a víz, nem csak most, hanem milyen fontos volt akár sok-sok évszázaddal vagy évezredekkel ezelőtt is itt a városunkban és a környezetünkben. Rendhagyó sportprogramra invitálja az érdeklődőket az Önkéntesség Tatán és környékén Egyesület, valamint a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány. December 11-én egy tókör teljesítése a cél, amivel a felelős állattartás népszerűsítést tűzte ki feladataként a szervezők, de cicák örökbefogadására is lehetőség lesz a helyszínen.
Az állatvédelem jegyében szervez közös programot a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány, valamint az Önkéntesség Tatán és Környékén Egyesülete. December 11-én a Kajakháztól indul egy futóverseny, délután 12:30-tól, de a kezdeményezéssel párhuzamosan akár cicák örökbefogadására is lehetőség nyílik. A program minden része ingyenesen látogatható, azonban adományt örömmel fogadnak a rendezvény megálmodói. Gönci Mihállyal beszélgettünk a minap, és meséltem neki, hogy elindítottuk egy programunkat a fiatalokkal a felelős állattartásért, és ez azt akarja, hogy iskolákba, óvodákba járunk, tanórai kereteken belül állatvédelem fontosabb kérdéseit átbeszélni a gyerekekkel. Készítettünk ehhez a programhoz egy jegyzetet, aminek a nyomtatási költsége kb. Ilyen 400 000 forint lenne, és Mihálynak volt egy nagyon jó gondolata, hogy próbáljuk meg összeszedni ezekre a fizetecskékre ezt az összeget, és rendezünk egy jótékonysági futóversenyt. Legyen ez a nagy tó körül, lehet sétálni, futni, kutyát elhozni. A rendezvénynek a célja az, hogy szeretnénk felhívni a felelős állattartásra az ivartalanítás jelentőségére, illetve az állatszeretetre a figyelmet. És nyilván, hogy összegyűjtsük a kiadványok nyomdai költségének az árát. A kajakházban kölyök, ifjonc vagy éppen felnőtt macskák is várják, hogy az ünnepeket már egy végleges, szerető családban tölthessék, így állathordozót érdemes hozni a családoknak. Az örökbefogadás azonban szerződés, esetenként ivartalanítási kötelezettséggel is jár. Mivel jelenleg 51 cicánk van az alapítványban, úgy gondoltuk, hogy ezzel egy időben akkor szervezünk egy futást, és egyben egy cica örökbefogadó napot is, ahol örökbe lehet fogadni az állatainkat. Körülbelül 30 cicánk lesz kint, akiket meg lehet simogatni, meg lehet nézegetni. Érdemes cicahordozóval jönni, akinek esetleg olyan szándéka van, hogy tőlünk szeretne örökbefogadni állatot, és lesz gyerekeknek is kedveskedünk, lesz arcfestés, sütivásár és a Becton Dickinson támogatásával teát és kávét is osztogatunk a látogatóinknak. A két egyesület kapcsolata nem új keletű, legutóbb az Állatbarátok napján nyújtottak segítséget a civil önkéntesek. Közös adománygyűjtő jótékony futáson, illetve gyalogláson veszünk részt, illetve támogatjuk az Öregtől körül. Ebben segítségünkre lesz két sportegyesület. A Futur Egyesülettel már 2 éve nagyon szoros a kapcsolatunk. Számos eseményünkön tudtunk közösen együttműködni. Több gyereknek tudtunk pénzt gyűjteni, a Tatai Diákotthonnak is, és most egy kivételes alkalom lesz. Ezúttal a célunk a felelős állattartás népszerűsítéséért, főleg a fiatalabb generáció körében. Emellett még lesz egy új egyesület is, aki támogatja ezt az eseményt. Ez a Tatai Medence Akadály és Terefutó Sportegyesület, melynek én is tagja vagyok, és így a 3 egyesület, illetve az alapítvány együttműködésében úgy érzem, hogy ez egy nagyon-nagyon szép esemény lesz. Szeretettel várunk mindenkit, minden állatbarátot. Én is fogok futni, illetve a csapatunk. A kijelölt táv akár gyalog és kutyával is teljesíthető, a pénzbeli adományok mellett pedig macskáknak való ételt, játékot, vagy éppen tisztítószereket is elfogadnak a szervezők. Tataváros önkormányzatának képviselőtestülete közmeghallgatást tart december 21-én a Városházán. A délután 2 órakor kezdődő találkozón a megjelentek feltehetik a közügyeket érintő kérdéseiket, valamint megfogalmazhatják ezzel kapcsolatos javaslataikat. A közmeghallgatást a Tatai Televízió élőben közvetíti majd. 10. alkalom alatt karácsonyi koncertet a Maróti Zenekar. Idén az Angyalok és Tündérek galériájában várják az érdeklődőket a programra, amely a Nemzeti Kulturális Alap és a Kenderke Alapítvány támogatásával valósul meg. Az ingyenes rendezvény december 10-én délután 5 órakor kezdődik. Következzenek hétfő esti híreink, még egyszer, röviden. Több mint 100 diák mellkasára került zöld szallag a hétvégén. 5 örömtánccal és előadással záródott az idei Alzheimer Café sorozat.
A környezetvédelem jegyében szerveztek előadást a Jászminban. A felelős állattartás népszerűsítéséért kerülhetjük meg a tavat a hétvégén. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök december 5-én hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban, és hiszen Tallózó című műsorunk következik. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!